Sziasztok, kedves barátaim! Március 27-én a Kamada Ekádesi következik. A Kamada Ekádesi történetről Varaha Purana-ba olvashatunk, ahol Yudhisthira Maharaj kérdezi az Úr Krisnát. Kedves Uram, kérlek, meséld el nekem, milyen eredményekkel elajándékozza Kamada Ekádesi azt az embert, aki követi ezen a napon bőtöt. Az Úr Krisna válaszolt. Ó, kedves királyom, Dilip Maharaj, az Úr Ramachandranak a dédapája, kérdezett Vasishta Munit, a nagy bölcset, erről a Kamada Ekádesiről. Vasishta Muni válaszolta, Kamada Ekádesinek az eredménye képes hamuva égetni a bűnös cselekvésnek minden visszahatását. Ezen kívül az a személy, aki követi Kamada Ekádesit, egy privilégiumot kap, születhet neki egy fia is. És utána Vasishta Muni elkezdte mesélni történetet, amely kapcsolódik ehhez a Kamada Ekádesihoz. Ratnapur városában, ahol Pundarika király uralkodott, nagyon sok művész lakott. Ott voltak a gandarvák, a táncosok és énekesek és zenészek, és apszarák, akik szintén nagyon jó énekeltek, táncoltak és zenéltek. Közöttük volt egy nagyon híres Lalit, aki csodálatosan énekelte és táncolt, és a feleségét úgy hívták, hogy Lalita. Az volt a probléma, hogy nagyon-nagyon szerelmesek voltak egymásban, és ki teljesen eluralkodott rajtuk. Egymáson kívül ők nem tudták érzékelni a többieket. És egyszer az történt, hogy a Pundarika király rendezte egy fesztivált, ahol Lalit is részt vette a táncba és az énekbe. De mivel nem volt mellette a felesége, ezért ő nem volt képes olyan csodálatosan táncolni és énekelni. Ezek között volt egy személy, akinek az volt a neve, hogy Karkata. Ő ismerte ezt a titkot, és elpanaszkodott a királynak. Pundarika király nagyon dühös volt, hogy a Lalit elrontotta a fesztivált, és megátkozta őt, és azt mondta, hogy akkor most ezentúl te egy kanibálosként fogsz születni rákszaszának, egy démon testébe. Ebben a pillanatban a Lalit elveszítette csodálatos szép testét, és démon testet kapott. Amikor a felesége Lalita megtudta és meglátta a férjét, milyen szörnyű állapotban van, nagyon szomorú lett, elment a férjével vándorolni. Vándorolták az erdőbe, és egyik erdőbe, a Vindhya hegy tetején egy asramot találtak, ahol Sringi, egy nagy vezeklő és bölcs lakott. A Lalita elmesélte, mi történt az ő férjével, és kérte menedéket és segítséget, tanácsokat, hogy milyen cselekvés által tudja feloldani az átkot, amelyek olyan nagy szenvedés okozza neki és a férjnek. A bölcs Sringi válaszolta, ó kedves hölgy, adok neked egy nagyon jó tanácsot. Nem sokára, néhány nap múlva következik a Kamada Ekádesi. Hogyha követsz ezeket az utasításokat, amit most megadom, akkor a férjed meg tud szabadulni ettől a szörnyű átoktól. A Lalita megköszönte a jó tanításokat egyik szent helyen, bőtölt egész nap, és dvádasikor, mikor vége lett az Ekádesi bőt napján, elkezdte zengeni imákat a bölcsek felé, azt mondta, kedves bölcsek, kérlek, adjátok az áldásotokat, én betartottam a Kamada Ekádesi minden szabályát arra, hogy az én férjem Lalit megszabaduljon ettől a borzasztó átaktól. Természetesen a Lalit, a férje, ő is ott volt mellette, és amikor ilyen szép imákat ajánlotta a bölcseknek a felesége Lalita, a Lalit abban a pillanatban megszabadult az átaktól, és a testje újra szépé és fiatalé vált. Így Vasishta Muni fejezi be a történetet, és azt mondja, hogy a Kamada Ekádesinek az ereje képes megszabadítani embert a brámana gyilkosság bűnétől. Ez azt jelenti, hogy valaki egy szentet megöli, egy papot megöli, meg tud szabadulni ennek a visszahatásától. Ugyanakkor mindenféle átoktól is megszabadul a személy, aki tartja bőtöt a Kamada Ekádesi napján. Akkor még egyszer a Kamada Ekádesi március 27-én,
és a bőt megtörése március 28-án 6 óra 30 és 10 óra 43 perc között. Örülök, hogy velem tartottok. Írjátok ki, aki tovább fog tartani, ki, aki tartotta vízesen, ki, aki evett a zöldséget vagy gyümölcsöt, és ki az, aki tartja száraz bőtöt, és ki az köztetek, aki most először fog tartani az ekádásit. Köszönöm szépen, még egyszer, ne felejtsetek el lájkokat tenni, feliratkozni a csatornára, és nyomjatok meg a csengőt. Hare Krishna!